Hújja a szél az aranyló buzatáblákat. A nagy fény környéki termőterületeken szép szálgabonák emelkednek ki a földből. A napsütés és a gondoskodás megtette hatását. Persze olyan tábla is akadt, amit megdöntött a szél. Ahogy az látható, is nagyon szépen növekednek a búzák itt a mintaparcellán, de ahogy a szakértők mondták, ideális körülmények között voltak termesztve, növesztve, de hogy valóban a valóságban is így van-e, arról a gazdáknak egy kissé más a véleményük. Liza Nincsevics férjével vizsgálja a buzaszemeket. Tavankút mellett közel 17 hektáron termesztenek gabonaféléket. Saját földjüket művelik, bérmunkára már nem lenne idejük. Bőséges hozamra számítanak, de ha alacsony lesz a felvásárlási ár, akkor mit sem ér a jó termés, panaszolják. Za džabe je dobar rod, ako cena ne bude veća od 16 dinara, kako se priča tu od 15 do 17, pa ajde da se nađemo na nekih 16, to je niska cena, jer velika su ulaganja. A mintaparcellákon sárgultak a kalászok. Táblaszigetek, amerre csak a szem ellát. A gazdák végig sétáltak a buza és a kukorica labirintusok között. A birtokosok megnézték, hogy a 30 magfajta közül melyek fejlődnek a legszebben. A mintaültetvényeken ideális körülmények között termesztették a kenyérnek valót. Ha a gazdák követik a mezőgazdasági szakszolgálat tanácsait, akkor ők is jó évre számíthatnak. Imali smo padavine koje su nešto iznad višegodišnjeg proseka, temperatura, noćne temperature ispod 20, dnevne nisu bile pretjerano velike, imali smo svega 2-3 dana temperature preko 30, tako da je u dosadašnjem toku vegetacije pšenice imali idealne uslove i koje je odradio zaštitu i punu agrotehniku, znači prihranu, može da očekuje vrlo, vrlo visoke prinose. Néhány termelő mégis fél, hogy a vártnál végül alacsonyabb lesz a hozam. Az Újvidéki Mezőgazdasági Intézet igazgatója azonban úgy látja, hogy a hektáronkénti 5 tonnás hozamot is elérhetik a kalászosok. A buzatenyésztésére talán nem is volt a legjobb év a 2016-os, attól még nem kell félni, hogy rossz termésünk lesz. Az ilyen időjárás, ha fönnmarad, akkor számíthatunk igen jó minőségre is, és a termés sem lesz kiábrándító. A szakemberek bizakodnak, a termesztők reménykednek, de abban mindenki egyetért, hogy az időjárás fogja eldönteni, hogy az előzetes elvárások szerint alakul-e az idei év, vagy sem.